fotón, ahogy a már elfogott bilincsbe vert késelőt kísérik a rendőrök. A most 21 éves román állampolgárságú férfi 2021 szilveszterén támadt rá a szomszédjára, akivel néhány perccel korábban még együtt búcsúztatták az óévet. Az áldozatot a saját felesége és a kisgyermeke szeme láttára szurkálta meg egy 20 cm hosszú késsel a mellkasán és a vállán. Ezt követően egy másik szomszédjával is hasonló módon bánt el, aki megpróbálta őt megfékezni. Az egyik megszúrt áldozat fia teperte végül le. A később menekülésbe kezdő brutális támadót végül Cece térségében fogták el az egyenruhások. Az ügyészség mások mellett emberölés és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat. Ítélet most született az ügyben. A szekszárdi törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is, egyrészt több emberen elkövetett emberölés kísérletének büntettében, másrészt súlyos testi sértés büntettének kísérletében, és még rongálás vétségében is, ezért a bíróság halmazati büntetésül 10 év fegyházra ítélte a vádlottat, illetve 10 évre kiutasította Magyarország területéről. A férfi köteles mind a 10 év börtönbüntetést letölteni, abból nem engedhetnek el neki egyetlen percet sem. A bírósága a büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként vette figyelembe a halmazati elkövetést, illetve azt, hogy már volt büntetve a vádlott. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a késelő enyhítésért fellebbezett.